Egy izgalmas mérkőzés felé tudunk tekinteni, és talán az a 3-2 megfordul 2-3-ra, és nézzük is itt a legelső mérkőzésünkön, hogy ki fogja elhozni az első találatot, ki fogja megnyerni az első szettjét, és hát nézzük is, hogy hogyan fognak játszani a játékosaink. Egyelőre Iros Barcsolak az, aki próbálkozik ezt módosítani és kialakítani az első találatát a Red Hunter-nek, ami észre is jött neki. 12 másodpercet kellett egyelőre várni, és nem egyelőre, összesen ennyit kellett várni, hogy megszerezzük a két csapat az első találatát. Inos Braklak volt az, aki tette előre, és hát tisztázás nem érkezett, a Lakernek kicsit szerencsétlenül jött ki belőle. És végül Szalai volt az, aki lecsapott arra az alapodon a csurgó labdára, be is helyezte, így 1-0-ra vezet a Red Hunter, nagyon hamar megszerezte ezt a vezetést, közben Inas Barakra tesz ismételten előre, Bazsa tud vezetést szerezni, oh, wow. És tudja növelni az előnyét a Death Hunters. Kiemelném Inas Baraknak nevét, aki ismételten kiharcolt egy gyönyörű szép helyzetet, az előzőt is ő dolgozta ki, és így ez a találat is köszönhető neki, amit végül Bazsi fejezett be, nagyon gyors játékkal és nagyon gyors találatokkal szerzi meg második találat is a Death Hunters, 2-0 az ellen. Nagyon stabilan folytatja jelenleg a támadásait. Most is azt látjuk, hogy Inas Baraklak be is rakja középre, azonban végül hosszú lett a labdja, és ezzel a King Mogyi tudna menni. Azonban nincsen meg jól a touch, és ezzel Bazsi tud tisztázni egy kis ideig. Szalai az, aki átveszi, jó pincs, azonban olvasa lett, és végül a Doritos mehetne vele. Azonban jó volt a védés a kapuban Inas Baraklak részéről Doritosnak. Nincsen meg a touch, és a 50-t végül ellenfele megnyerte, lassan grúlt végül a labda, nem veszélyeztette a kaput, és most figyelnie kell a Luck and Grindsnak, mert érkezik Szalai, be is rakja a középen, és végül Kocka Meister az, aki tudott védekezni, és 50-ből megnyeri. Nyersből, aki igyekszik ismételten kiakadni mély támadást, de tehát nem jön össze, Kocka Meister az, aki teszi előre, kontrát épít fel a csapatának, Luck and Grind lövés, itt is van kimói találata, Kocka Meister az, aki tette itt középen a labdát, elég magasan, Seedingről viszont nem volt tökéletes a tisztázás, csak középre pattant Bazsinak a labdája, és ezt King Magyar ki is használta, tud szépíteni a Lakernagy csapat, a 2-1-re módosul az állás, egyébként még 3,5 perc, kicsit több mint 3,5 perc, de hát egyébként Inas Baraklaktól hatalmas lévés kikofot követően ismét növeli 2-re a különbséget a Death Hunters csapata, itt Szolai a kikofját követően Inas Baraklak az, aki szépen rárepült, utolsó darab búztját is elhasználta, de hát végül kifizetődött, bement a labda Lakener kapujába, 3-1 az állás. És ezzel tovább növeli jelenleg a haladását, talán itt is lehet a négyedik találat, Szalai viszont nem tudja befejezni, és Bazsi érkezne rá, de nincs meg a tárcs, és két védő elmegy a labda mellett, Inas Baraklak végül nem tud double tap-re rávinni magát, és talán Bazsi az, aki lövöldözgethetne, de Kocka Mester az, aki tud tisztázni. Jelenleg középpályán táncolgatnak, lövöldözgetnek, hogy ki tudjon menni a másik kapujára, és végül Kocka Mester az, aki próbálkozna, de elveszítette a 50-t, Doritosnak nincsen meg a touch, talán középe szépen lassan le is viszi, így van, de a flick nem tökéletes, így Bazsi kicsit le tudja őt állítani. És jelenleg King Mogyi befaszolja középre, Szalai végül tisztáz egy nagyot, és Doritosnak kell figyelnie, meg is van neki a touch. King Mogyi teszi csapattársak, de hát Inas Baraknak erre szépen jön, és ő teszi középre végül. Nem, elkezdett egy tisztázás, ha jól látom Kocka Mastertől, aki most éppen teszi is előre. Szalainak kell védenie, megy is rá a Krille, de hát nem jött össze neki jellemű csapattársa. Inas Baraknak az, aki besegít neki ebben. Szalai mindig teszi középre, Bazsinak az jó lehet, kicsit kellemetlen pozícióban, de hát egy szerencsétlen 50 után gól tud szerezni. Ismételten King Magyi, aki már második találtát szerzi a saját magának, illetve a csapatának is. Szalai volt az, aki tette középre Bazsinak, de hát King Mogyi nagyon szépen érkezett rá, észre is vette, és ki is használta ebből ezt a 50-t. Úgy tudtam, egy ilyen gól született belőle, mondható talán egy pincsnek is, így ezt követően. Tehát 3-2-re módosul az állás, ismételten csak egyetlen egy gól választja a Lakernagyot ahhoz, hogy ki tudják egyenlíteni, talán még a később ebben fordítani is. Arról vagyok kíváncsi, hogy ez létrejöhet-e, hiszen Szalai az, aki támad ismételte és teszi középre. Bazsinak az nem túl jó. Célre sikerült tenni, Doritosnak jó a pincse. Középre is pattan a labda, Inas Baraklaktól szép a védés. Nagyon az ismétlés, King Magyar az, aki ismétlő. Végül Inas Baraklak, aki bicycle-le tud
tud védeni, és jó a tisztadás, de fentőzött nem tudnak felszabadulni. És Doritos az, aki folyamatosan támad. Na, a Szalai viszont 50-zik vele, és kapuváró végül nem tud bepattanni a labda. Elég veszélyesen ment viszont. Doritos az, aki végül feltisztáz, és jó is a flick tőle sarokban, kockamester. Nincsen meg végül a csúsztatása a King Mogyi. Vissza középen nincsen csapattárs, sinos baraknak végül az, aki tisztáz. Azonban kockamester megállítja, a King Mogyi menne, de nincsen boostja. Nem tud rámenni a 50-re, de ott van középen a hiba, és kockamester ezt bünteti, és ezzel egyenlít a Luck and Grind. Összejött az egyenlítés végül. Luck and Grind szépen kihasználta. Kockamester, aki az előző találatot, vagyis a legelső találat a Luck and Grindnak szépen hozta, viszont a középet a labdát kitudta a csapattársa, de hát ő alakította ki, és most ő szerezte meg az egyenlő találatot is, mert egyenlőre nagyon fontos szerepet játszik Master, illetve King Mogyi, akik kiemelkednek ebből a csapatból, hiszen ők nagyon szépen kidolgozták ezt a három és leginkább a két gólos hátrányt, ami mindig összejött a Death Hunters-től. De hát most éppen azért kell harcolni, hogy ismét tudjanak vezetni. Az a két gólos hátrányt hamar ledolgozta a Luck and Grind csapata. Közben ő is állítosz, lépa túlre, vagyis a demo. Labda King mondja, hogy végig csapat, hiszen egy ellenfélt játékos volt az, aki hozzáért a labdához, és tudott tisztázni. Ön teszi vissza egy kék játék zsinas baraknak személyében. Mindig pattan a labda ezen a térfélen. Ugye nem jött össze a lövés ellenben, King Mogyinak, akitől szép. Végül nem tudja kihasználni, kaput nem találta a labda, Szalaitól szép a clear. Teszi le Doritos, nem jön neki össze a tisztadás rendesen. Még mindig nem tud felszabadulni a sárga csapat, talán most összejött nekik, és kontrát is fel tudnak építeni 15 másodperccel a vége előtt. És Szalai az, aki figyel hátul, hiszen a Luck and Grind folyamatosan itt van és várakozik egy kisebb hibára is. Azonban szépen az összjáték, Doritos végül megállítja az ellenfelét. Föl is pattintja középre, utolsó másodperc, nulla és jó tárcs az ellenfélről. Kockamester megállítja azt, Szalai még mindig rálövi, azonban felső kapuban. Kockamester szépen megpattintja középre, viszont ott van Bazsi és lepattintja, és ezzel megyünk overtime-ba. A mai nap folyamán először jutunk el overtime-hoz, és ez a találkozó legelső mérkőzését is ezzel nyitjuk meg, vagyis fejezzük be. Közben egy Death Hunters támadás, már építi is fel Inas Balaknak, aki tenné középre, ugye nem jött össze neki, szép volt a tisztelés, a nagyság a játékostól, teszi vissza Bazsi személyével a Death Hunters, építik fel a következő támadást. Nagyon szépen tartják a pressure-t a Luck and Grind csapatán, nagyon tudnak kijönni. Szalaitól a lövés végül felé pattan, backboardra lepattan a labdát, végül nem tudja senki kihasználni. Doritosztól szép a csúsztatás backboardra, King Mogyi érkezik is rá, végül csak középet tudja tenni. Végül csapattársak ez nem volt jó, Szalaitól jó volt a tisztázás. Végül nem tudott megindulni ebből a Death Hunter-t, most éppen ők szólulnak be. És egy Kockamester, aki teszi előre, csapattárs érkezik is rá is lövi. Ott pattog az alapon a labda, talán meg tudja menteni. Ki tudnak jönni a Death Hunters játékosok, hatalmas veszélyben volt a csapat. Nem tudtak alkotni semmit itt a kapuk előtt. Szép volt a lövés, talán King Mogyitól, ha jól láttam. De elég sokáig pattantott az alaponon is a labda, az utolsó pillanatokban mentette meg a csapatát a Death Hunters attól, hogy elveszítsék az első szettet. Közben építik fel a következő támadás, a Luck and Grind hatalmas összjáték. Nem jött össze nekik második lövés, és itt a baraknak véd óriásit. Közben Pazsitól itt egy hatalmas találat. Egész pályás lövést láthattunk. Így megszerzi ismételten vezetését, és hát overtime-ban talál egy gólt, még egyet a Death Hunters, csapatnak a negyedik találata volt ez is. Ez vezetett ahhoz, hogy most megnyerjék az első pontot. El is hozták, 1-0-ra vezetnek. Ez a BO-ben egy hatalmas lépést tettek ahhoz, hogy üljük hozzá kereszt. Sokszor tudott, vagyis hát egyszer tudott egyenlíteni a Luck and Grindet, akkor nagyon felállt és át is vették utána a dominálást, nem nagyon engedték ki a Death Hunters, de hát egyetlen egy kontra kellett ahhoz, hogy ők ezzel tudjon is bosszút állni,
És így össze is jött nekik, meg nyerték az első mérkőzést. És ezzel mehetünk tovább. És örülhet jelenleg magának a csapat, a Deathhunters jelenleg. És a Luck and Grise-nak innentől kezdve még jobban oda kell figyelnie, nem veszíthet többet. Folyamatosan kell támadnia, mert nagyon sokszor be volt szorulva, főleg itt láthattuk is például a Overtime-on, hogy folyamatosan ők védekeztek, illetve aztán túltámadták magukat. Szóval innentől, mert hogy ettől a game-től kezdve oda kell figyelniük, hogy mikor, hogyan támadnak, mert most is láthattuk az utolsó pár másodpercig, mielőtt még overtime-ba mentünk, hogy megvolt a pincs lehetőség, megvoltak a lövések, a passzjátékok, de végül nem volt meg a gól, nem volt meg találat, az utolsó touch, ami megszerezhette volna azt a találatot, hogy náluk legyen az első setpont. Szóval innentől kezdve nézzük, hogy mit tud válaszolni a csapat. Név szerint a Luck and Grise, aki most éppen harcolja ki az első támadást, mert nagy lehetőség itt volt ő náluk, mégis csak a legelején, 10 másodperc elteltével, de hát nem jött össze nekik a találat, ellenben most lehetséges, hogy az Deathhunters-ek össze fog jönni, hiszen most ők itt építik fel a kontrájukat, nem végül nem tudtak lövésig eljutni, különben Szalai teszi vissza rá, és megy a labdára, szépen itt ül az akció közé, tehát labda, megbordott pattan, de Bazsiton nem jó a lövés, és talán fel tud szabadulni egy kicsit a Luck and Grise, és levegőnek jutni, nem nagyon, hiszen Indersbarnak az, aki ismét előre teszi. Doritos, középen meg az akciót, de szép fék tőle, középen tett labda, megnyerte a 50-t, a végül nem lett végül lövés, ellenben itt egy kontra, tehát össze hatalmas lövés, és be is pattan végül, nem kifele pattan a játékszer, hanem kapufa segítségével, de befele kerül a labda a Lakennek kapujába, ismételten vett a Deathhunters. És kellett ott a demo, végül két játékos pedig egymás mellett volt, miscommunication, és ezzel pedig megszerezve az első találatot, ezt kell továbbiakban fenntartania, míg ellenfelének pedig támadnia, Inos Baraklak már megy, és a következő gólért azonban kockamester ott volt a kapu mellett, és King Moji az, aki tud támadni, egy játékos mellett el is viszi, be is passzolja a középre, de túl magas a labda, Doritosnak fel kell mennie, backboardot tudja tenni, kockamester végül nem tudja elérni, Bazsi gyorsabb volt, Doritos nem tudja visszahelyezni középre, Inos Baraklak az, aki tisztáz és támadhat is vele, sőt Szalainak le is passzolja azt, Bazsiék várják középen a labdát, de hát inkább elmennek a labda elől, mint hogy érkeztek volna, Inos Baraklak oda megy, és megszerzi a második találatot. Ez a második találat nagyon fontos találat lehet, hiszen ezzel a vezetéssel talán mentálisan is tudja szeretni a Luck and Grise-ot, hiszen azért ez a két gólos hátrány nagyon nehéz, nagyon nehezen lehet feldolgozni. De hát az előző megkérdésén ez összejött nekik, a overtime-ba tudott győzedelmeskedni végül nagy nehez a Deathhunters. Szóval, hogyha azt a formát tudja hozni, akkor talán még most is össze lehet, de hát itt a harmadik találata már rögtön Deathhunters-ek az előzőt követően. Másfél perc, tehát csak ebből a mérkőzésből, de hát már 3-0-ás előny a Deathhunters-nek az oldalán. Hihetetlen, hogy milyen sebességre kapcsolt jelenleg a csapat. Nyert egy mérkőzést, és most pedig azt látjuk, hogy a Luck and Grise 3 gólos hátrányban van. Ahhoz képest, hogy az előző mérkőzésben gólra tudtak válaszolni pár másodperc alatt, illetve egyenlíteni is, és most küzdeniük kell 3 gólos hátrányban, mindent be kell vetniük, demót, pincset, mindent, ami lehetséges részükről, hogy visszahozzák magukat. Hosszú még az idő, 3 perc, de hát az ketyek folyamatosan, és most is a Deathhunters támad, Bazsi végül nem tudja befejezni, kockamester ott volt, Doritos az, aki tudja építeni, és passzolja középre, és King Moji az, aki csúsztat, de végül nincsen meg a találat, Doritos még visszarakja, a Szalai ott volt. Csúsztatott labda szélre, ebből talán meg tudna indulni. Deathhunters egy kicsit kommunikációs hiba, mert őt fel, hiszen kettre is rámentek, és végül itt maradt a játék szerzal a térfélen. Végül most talán ki tudnak jönni, ha bár Doritos megállítja őket a félpályán, aki ismételten védekezésre szorul, King mondja segítve neki, teszi előre, labdát nem végül nem találja el, Szalai, aki tisztáz, és teszi a túloldalra, keresztbe az egész pályán, Doritos csarokból tette előre, Inas Baraknak a jó labda, de végül csak egy rossz passz lett, és Doritoshoz került ismételten a játékszer, próbálna rámenni, de nem tud, hiszen Szalai elég előteljesen támad, és alakította volna ki a következő lövését a Deathhuntersnek, de ez egyelőre odébb van, hiszen most védekeznünk kellett, de hát Bazsi az, aki
szépet viszont, és teszi előre ismételten a labdát. Éppen most középre teszi, Inas Braknak jól lehet rá, és még a labdára is ki is használja. 4-0-ra módosul a mérkőzésnek az állása. Inas Braknak szerzi meg ismételten a második találatát, illetve a két gólpassza is van. Nagyon szép játékot mutat nekünk egyelőre ez a játékos, illetve az egész csapat is, hiszen tényleg nagyon összeszeretten játszanak, nem véletlenül alakult ki ez a 4-0. És dominál egyszerűen a Death Hunters, ahhoz képest, hogy az előző mérkőzés fejfel mellett ment a csapat, ehhez képest azt látjuk, hogy pont az ellenfél, aki folyamatosan tud lőni, talán egy szépítés, Doritos végül nem tudta megszerezni, másfél perc hátra küzdeni kell a Luck and Grindsnak, és a Szalai az, aki megállítja jelenleg Doritos, sőt le is passzolja Bazsának, Bazsinak, elnézést, Bazsi még mindig, végül Doritos az, aki kölcsön vette a játékszert, és King Moji 50-zik el is veszíti azt, és érkezhet Inas Baraklak, azonban nincsen meg a társ, Bazsi még vissza középre, de végül az inkább kapufa lett, és King Moji az, aki kis ideig tud tisztázni, Szalai az, aki átveszi, hosszú labda, Inas Baraklak átveszi, lepasszolja középre, nincsen rá válasz, Doritos az, aki tisztáz. Inas Baraklak veszi szépen. Fordítaná át túloldalra a játékot, de hát végre adott labdát, King mondja erre szépen fület és rá is ment. Szalainak kellett védeni, aki most éppen támad, eszete rámegy, meg is kapja. Végül nem tudja tökéletesen kihasználni, hiszen Kockamester az, aki védett. De Inas Baraklak teszi előre. 40 másodperc maradt hátra a találkozóból. A Doritos az, aki próbál kijönni a saját térfölükre, és egyelő össze is jön. A csapattársával, King mondjival együtt próbálkoztak. A félig pedig össze is jött, de most éppen ők vannak kicsit beszorulva. Ám most össze tudnak jönni ismételten előre. Lövés lett végül Doritosnak a labdájából, de hát Szalai védett egy hatalmasat. Aki most éppen próbál tisztázni, Bazsi is rárepült, kicsit miszkommunikáció. De hát végül tudott védeni, hiszen a harmadik játékos Inas Baraklak ott volt hátul és tisztázott. 5 darab másodperc van a meccsnek a végéig. Ami már most már le is jár az idő, már csak arra várunk, hogy a játékszer lepattani, ami végül be is következik. 4-0 magabiztos győzelem a Death Hunters oldalán. Setponthoz jut a csapat. És egyszerűen nem hagyta magát. Folyamatosan ment, támadott, pressure-t, illetve nyomást tartott a Luck and Grindsra, és kihasználta a saját lehetőségét, amikor lehetett üres kapura, vagy pedig a demo játékkal, vagy pedig bármilyen hibára, ami történt, és végül ezzel magabiztosan vezessen 4-0-ra, illetve szettek arányában, és ahogy említetted, 2-0-ra, és ők vannak közelebb ahhoz, hogy biztosítsák magukat, hogy 3-0-ra fejeződjön be ez a mérkőzés, ha a Luck and Grinds nem változtat jelenleg a játékán. Folyamatosan azt láttuk tőlük, hogy be vannak zárkózva, vagy pedig lejjebb süllyedt a csapat. Itt a második mérkőzésre egyszerűen double commit hátán, egyszerűen nem volt meg az a csapat, amit láthattunk az első mérkőzésen. Így igaz. Egyébként Inas Baraklaknak a nevét emelném ki, aki minden 4 találatnál ott volt és kivette a részét, hiszen 2-t ő szerzett, 2-nél pedig gólpasszt tudott adni. Szóval az a 4 gól elég erőteljesen az ő nevéhez is fűződik. Éppen most itt atisztolhat egy következőt, de hát végül nem volt jó Bazsinak a lövési felszőjétszett talált csak. Tisztelás pedig összejött Luck and Grind oldalról. Talán most fel is tudnak szabadítani Doritos. És így van neki csapatása Kockamester, aki építi fel a kontrát. Végül hozzáért egy Death Hunters játékos. Bazsi próbál tisztel az Inas Baraklak segítségével együtt. De az egyébként nem jön össze, egyre több a double commit, közben hatalmas lövés Szalaitól, mindenki fölött átemelve, de végül bepattan a játékszer Lakennek kapujába. Kicsit több mint fél perc elteltével, de vezet ismételt a Death Hunters. Még nem volt arra példa, hogy a Luck and Grind vehetett volna. De hát, igen, ez nem változtat, ez csak egy kis érdekesség volt. Szóval 1-0 a Death Hunters részére. Azt láthatjuk, hogy az a csapat vezet ismételten, és talán ezt tudja bővíteni ezzel. Inas Baraklak le is passzolja középen Szalainak, Szalai pedig rálődi, de gyenge lett a lövés, és ezzel King Moji tudott hárítani, és Kockamester tud ebből megindulni, azonban fel lett robbantva. Inas Baraklak tisztázása nem sikerül, King Moji próbálkozik egy
lövéssel nem jött össze, és inos baraklak megnyeri a 50-t, ezzel tud tovább menni. Kocka mesternek a tisztázása nem sikerül, King Mogyi kisegíti őt, és Bazsi az, aki rálövi, bepasszolja inkább középre, ott a Szalai, és végül berúgja, és a második találatot szerzi meg a csapatának. Így igaz, saját magának is, illetve csapatának is megszerzi a második találatot. Az egy perc, az tényleg érződik, hogy csak a Death Hunters vette ki a részét, és ez az egy perc tényleg előteljesen az övéké volt. Ez nem lehet hozzáfűzni semmit, tényleg maga biztos a játék, amit láthatunk a kék oldalról. Folyamatosan támadnak, tartják a pressure-t a Lakengrádon, ki se tudnak jönni szinte a térfelükről. Ha meg nagy nehezen összejön, akkor meg a védésben nagyon jól összejátszanak a Death Hunters játékosok közül. Meg lehet a harmadik találat, Vigyas Baraklak kapott ellenféltől egy labdát, amíg nem jött össze neki. Bazsinak a régye nem volt tökéletes. És mit Vigyas Baraklak, jó a flick tőle. Erre még rá tud repülni, rengeteg boostja van, double is összejött neki. Kicsit hosszú lett neki, nem tudott tökéletesen rárepülni. Borítos ebből tud kontrázni, nem jön össze neki. Szalai az, aki teszi szélre, forgatja át a játékot. Boostja elfogyott, a levegőből próbálkozott. Bazsi az, aki most be tud segíteni. Neki sincs már boostja. Most sietnie kell hátra, hiszen ebből talán meg is tud indulni. A Lakengrád, így igaz, King Mogyi teszi túloldalra a csapattársak, de hát egyes balaknak jött. Lefülhet a jó, hogy pincs tőle középre. A ő kockamester az, aki tudott hárítani. Most éppen nem jól hozzáér, és Doritos-tól nem tud felszabítani, és Bazsi hatalmas akció, de végig csak kapufát talál. És talán Szalai az, aki még keresi csapattársait, illetve a lehetőségeket, hogy hogyan szerezze meg a következő találatot, de hosszú lett a passz, és Doritos tud menni a dunkra, nem sikerül neki, Inos Baraklak pedig csúsztatása nem kapura sikerül. Talán most Bazsi felé le tudja passzolni, nem sikerül, King Mogyi az, aki tisztáz egy ideig, azonban Szalaihoz megy a lab játékszer végül, és el is tud azzal indulni, King Mogyi kicsit megállítja őt, Inos Baraklak vissza középre Szalainak, pedig az végül rövid lett, és tudják hárítani jelenleg, de hát inkább támadnia kell jelenleg Lakengráznak, két gólos hátrányban a csapat, és két perc hátra, hogytán az idő, illetve a szettek aránya is most már veszélyben van, ahol innentől kezdve támadniuk kéne, de most is azt látjuk, hogy Bazsi építkezik, bepasszolná középre, de magas lett a labda. Egy perc, hiszen másodperc van hátra ebből a mérkőzésből, és egyelőre 2-0 zárás Death Hunters javára, teljesen megérdemelten, hogy most éppen játszanak össze, szép kis passzjátékot mutattak be itt nekünk. Szalai megy rá a lövéssel, nem végül, nem tudja átállni Kocka Master, arra számítottam, hogy ez sima védés lesz tőle, de nem tudom, lehetséges, hogy elfogyott a boostja. Nem, 100 volt neki, akkor nem tudom, hogy végül mi lehetett az ok, hogy nem találta el a labdát, de hát a léged nem változott Szalainak. Született meg a harmadik találata, és hát 3-0 vezet a Death Hunters. 1 perc 30 alatt a vége előtt. Úgy gondolom, hogy ez már lassan eldőlni látszik, hiszen nem engedi egyszerűen a labdához jutni szinte a Lakenne egy csapatát. Sem Szalai, és a másik kicsit csapatása. Szóval úgy gondolom, a Death Hunters részt teljesen megérdemelt egyelőre a tázállás, hiszen tényleg biztos játék mutatnak a pályán. Egy egyedülésen ennek dolgaikat, például egy Szalai, aki építi a következő tárgyalását, és meg tudja sem beadni. Lehet, hogy nem lesz neki kocka, azt nem tudom, aki erre rendben. Szalai vissza is rakja a labdát, üres a kapu, és végül a negyedik találatát, és megszerzi ezzel. Utolsó egy percben. És ezzel a szép fordulásról ki a lehetőségre arra, hogy csak King Mogyi volt hátul, és a Lakengrind egyszerűen gyorsan ki akart menni, vagy kifutni, úgy számítottak, hogy meg lesz az a 50, de nem lett meg, és ezzel negyedik találat megszerezve, és ezzel szerintem már biztosítva azt, hogy ezt a mérkőzést a Death Hunters dominálva továbbra is, és a Lakengrind nem tud válaszolni erre a mérkőzésre, szóval a Death Hunters ezt a mérkőzést akár meg is nyerte, hogyha lehet ezt így mondani, hogy jelenleg a statisztikák alapján, de 40 másodperc minden megtörténhet. Ez a 40 másodperc, úgy gondolom, hogy arra már nem elég, hogy a Lakengrind fel tudjon állni. Talán szépítő találatok lehetnek, hogy akár itt lett az első, de hát Inos Baraklak, aki hárít. Próbálnak itt a vége felé pusolni, a szépítő találat semmi lesz, hiszen Bazsi óriásit véd az alapvonalról. Utolsó pillanatokban mentette meg kapujukat attól, hogy gólt kapjanak. 10 másodperc van a mérkőzésből, már csak 4-0-ra vezet a Death Hunters csapata, és úgy gondolom, hogy ez már
lehetetlen, hogy visszahozzák a Lakenga játékosok. Le is pattan labda, és az idő is lejárt. A Dead Hunters 4-0-ra nyerte meg ezt a találkozót, megszerezte ezt a szettet, és bebiztosította a helyét a tabellán. Ez már 8. győzelmük volt, hogyha jól számolom, de hát az még a később ilyen egy picit. Tényleg nagyon magabiztos győzelem volt, teljesen megérdemelt ez a 4-0 is itt a utolsó mérkőzésben. Kiütéssel járt a Dead Hunters csapat. És ezzel pedig, ahogy említettek is, Donálva nyerte meg az utóbbi két mérkőzést. Az első mérkőzésben a Larkin Grimes meg tudott válaszolni gólokra, meg ott volt a csapat, de utána mintha szétesett volna, vagy pedig eltűnt, vagy nem volt meg az a játék, amit eddig megmutatott